Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Big Dave vagyok, és itt is lennénk egy újabb videóval, méghozzá egy újabb 2K videóval. Megint kicsit olyan, hát, hogy is mondjam, tutorial féle videót hoztam nektek. Méghozzá megmutatom nektek a játék legeslegjobb playbookját, legalábbis nekem is nagyon-nagyon egyszerű playek vannak benne, tényleg, szóval szerintem, akinek annyira nem is megy a játék, az is meg tudja igazán jól tanulni ezeket a playeket. Szóval az első dolgotok annyi, hogy bementek a marketra, és vesztek egy 2013-as Miami Heat playbookot. Itt is van. Megmondom őszintén, azért egy kicsit drága, szóval ilyen 8K körül van, annyit azért számoljatok rá. De nagyon-nagyon megéri, tényleg. Nem hiába a 2013-as bajnoki Miami Heatnek a playbookja, lehet, bocsánat. Ez a úgymond legópébb playbook a játékban, azért Spoelstra mester akkor is már nagyon tudta keverni a lapokat, és tényleg nagyon-nagyon OP kis playeket tudott összetenni. Szóval mindenféleképpen megéri azt a 7, 8, 9, ha szerencsétek van, egy 6K-ért is tudtok snipolni. Szóval mindenféleképpen megéri ez a playbook, ennyit szerintem költsetek rá. Szóval ez az első dolgotok, hogy vegyétek meg, és akkor mutatom is, hogy hogyan tovább. Na srácok, és akkor itt is vagyunk a következő lépésnél, úgy, hogy a Brooklyn Nets playbooknál is mutattam nektek. Annyit csináltok, megállítjátok a játék elleni a játékot, sajnos ugye ezt nem lehet rögtön beállítani, vagyis hát nem tudjátok mondjuk kint a nagy menübe ezt beállítani, tehát minden a játék elején meg kell állítanatok a játékot. Szóval annyi a feladatotok, hogy bementek a gameplanbe, offensive settings, és rámentek a play selectionre. Én már itt közben beállítottam. A lényeg, hogy amit láttok felülről, az ISO 32 quick play-ig állítsatok be mindent, ahol így, ahogy van, de alapvetően a quick isolation és a post-up is maradhat. Na de ez a 1, 2, 3, 4, 5, 6 play lesz, ami nekünk kelleni fog majd. És akkor kezdjük is el az első play-jel, azt mondom nektek, ez a quick four horns flare play. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű play igazából. Dupla opciós az egész játék, annyi a lényege, egyelőre itt rajzba, amit láthatok az ábrán, annyi a lényege, hogy a irányítóval elindultok, egy screent fogtok kapni a centertől és a négyestől, majd a négyes kimegy a triplára, ott lesz majd egy opciótok, hogyha üresen van a négyesetek, de ha nem, akkor ahogy látjátok, jön egy 2-2 a cenyóval, és onnan is mehet még egy pick and roll. Szóval ez is egy nagyon-nagyon, és hát ez is egy elég egyszerű play, de akkor meg is mutatom nektek ezt gyakorlatban. Szóval kiválasztátok a play-t, jön a PJ zárni, megy föl a PJ, üres tripla lövő, green, ennyi volt a play igazából. Nagyon-nagyon egyszerű play, tényleg ezt csak ajánlani tudom, ahogy online, úgy offline is nyugodtan tolhatjátok ezt a play-t. Akkor még egyszer megmutatom, kiválasztjátok a play-t, jön a PJ zárni, PJ zár egyet, megy föl a PJ, üres tripla, lövő, ennyi, easy money, tényleg nagyon easy money. A következő play pedig a quick 32 box flare. Ez is egy elég több opciós játék. Itt ennek az a lényege, hogy rengeteg off-ball screen lesz, és itt tényleg az a lényege, hogy megtaláljátok a legüresebb zárásból a kijövő játékost. Általában nagyon üresen szokott lenni a hármas, vagy a sarokba a dobójátékos, vagy mondjuk a point guard a legvégén. Ő is elég üresen szokott lenni, de akkor meg is mutatom ezt is, hogy néz ki gyakorlatban. Szóval srácok, itt is ugyanaz. LB, kiválasztjátok a play-t, lefuttok a sarokba. Ja, negyed vége van. Későn fogja elkezdeni, jó, mindegy.
jön át a DeRozan, jön ki belőle a Bridges, ott az üres dobás, és dur. Most pont a Bridges találtam meg, de ez is tényleg, ez egy nagyon nagyszerű play, én azt mondom, elég egyszerű, ups, egy nagy csapi, meg még egy, szóval ez is egy nagyon nagyszerű play, ezt is elég sokat szoktam használni, itt az a lényeg tényleg, hogy megtaláljátok a legjobb üres elzárásból kijövő játékost, magyarul tényleg, szóval ez is egy nagyon nagyszerű play. És akkor jön a harmadik playünk, ami a Cut 5 Give a Lay, ami igazából egy eljúpos play megy fel a centernek, ezt ritkább esetekben szoktam azért használni, de ez is egy nagyon nagyszerű play tud lenni. Az a lényeg, az irányítóval oda adjátok a centernek, centerrel vissza az irányítónak, és a bedobó fog zárni egyet a centernek, és ott úgy elzárja az ellenfelet, hogy mehet is föl rögtön a point guarddal a cenyónak az alley-oop, szóval ezt mutatom is, figyeljetek. Szóval itt is LB-vel kiválasztátok a play-t. Jön át most igazából a PJ. És megy föl a PJ, megy föl alley-oopra, dir! Ennyi, igazából ennyi a play. Nagyon egyszerű, mind online el lehet játszani, bár online nem annyira egyszerű, mert azért ott azért jobban számítanak rá, de offline mindenféleképpen egy nagyszerű play tud lenni, igazából ezt is csak ajánlani tudom nektek. A következő play pedig az én egyik személyes favoritom, kedvencem, és szerintem elég sokan vagytok vele így, akik ismeritek ezt a hit playbookot. Megmondom őszintén, ez egy nagyon-nagyon egyszerű, de nagyszerű play. Annyi a lényeg, megkapja fönt a cenyó a labdát, egy zárás az irányítónak, vagy mondjuk a bedobónak, és már is ott lesz üres triplán. Utána, hogyha mondjuk nem lett üres tripla, akkor is jön föl az SF, és akkor onnantól mehet a PFL 1-2-2, a véletlenül nem jön össze, de azért elég sokszor ott szépen a négyesünk az elzárja az emberét az irányítónak, szóval mindenféleképpen figyeljetek, mutatom. Szóval itt is annyi, kiválasztátok punch, 5 flare rip, középre bejövünk, adjuk ki az iszolnak a labdát, megy el a wall, tényleg üres tripla, deer, green, ennyi, tényleg, meg egy bambi, szóval nagyon-nagyon egyszerű play, talán az egyik legegyszerűbb, és tényleg nagyon-nagyon hatásos, mert ezzel tényleg bárkit online is meg lehet etetni, mert nem biztos, hogy oda fognak érni, szóval na figyeljetek, még egyszer megmutatom gyorsan, wall-al, még jó is, felhozzátok középre, iszelnek ki, Antetekompo már jön, bezárás, üres tripla, dur. Le fognak maradni mindig, online is szerintem. Azért ott már sokszor azért számítanak rá, de egy nagyon nagyszerű play tud ez lenni. Na és akkor jön a két utolsó play, ami két ISO vagy ISO, kinek hogy fekszik, play lenne. Méghozzá az első play az igazából nem is olyan, hát azt mondom, olyan extra play. Itt annyi lehet jó, hogy akár egy mismatch szituáció alakulhat ki két zárásból a bedobónak, és ott akár mondjuk egy négyes vagy akár egy cenyó is rajta maradhat a bedobónkon. Szóval igazából ennyi a play, ahogy láthatjátok, két zárás, az irányítónk adja a bedobónak a labdát, és onnan megy egy ISO. Szóval itt is LB-vel előhozzátok a menüt, kiválasztátok az ISO 12 rip-et, jönni fog át, fut át most a Jimmy Butler, megkapja, hát igen, most nem alakult ki egy igazi mismatch szituáció, de azért így is be lehet fejezni. És akkor elérkeztünk az utolsó playig, megmondom őszintén, ez az a play, amit hogyha igazán jól betanultok, ez lehet talán a playbook, szerintem talán az egész játéknak a leghatékonyabb playe, mert ezzel sokszor online se tudnak mit kezdeni a játékosok, mert tényleg nagyon-nagyon szép, ahogy az irányító mögött elfut az SF, odarakja az SF-nek, az SF-fel vagy befutsz, és onnan egy zicser,
majdnem, hogy egy üregzicser is kialakulhat belőle, de ott lesz két opcióként, hogy vagy kiadod a bedobónak, vagy kiadod a négyesnek, és mind a kettő, vagyis hát inkább a bedobónak lesz egy üres triplája, de ott már sok zárás van, szóval lehet, hogy elváltanak és akár egy mismatch szituáció is kialakulhat, szóval ez a play, megmondom őszintén, az egyik legnagyszerűbb play, így a végére tényleg az egész, szerintem az idei tűkébe, szóval nézzétek, mutatom, hogy oldjuk meg ezt gyakorlatban. Szóval srácok, gyakorlatban így néz ki, kiválasztátok a play-t, ugyanúgy, ahogy szoktátok, jön át a DeRozan, jó van, kösz. Bridges megoldotta. Ahogy kell, Miles Bridges megoldotta. Akkor majd a kövi negyedben megmutatjuk a play-t. Szóval akkor srácok, most már tényleg gyakorlatban így néz ki ez a play, kiválasztátok a playbookba, ISO 32 quick, leadjátok a wall-nak, fut át az Antetokounmpo, és ott lenne az üres tripla, csak most valamiért a zárás az nem sikerült, de így is bedobtam a DeRozannál, ezt mindjárt még egyszer meg fogom nektek mutatni. Szóval megint csak kiválasztjuk a play-t, középre hozzuk az irányítóval, DeRozan kéri is, bocsánat, még egyszer. Másik oldalon megy az elzárás. Szóval kiválasztjuk a play-t. Megy az elzárás, jön fel a DeRozan, fut el mögötte a wall, és kapja a valász, mert ott már ment az üres elzárás. Nagyszerű, így is meg lehet oldani ezt a play-t. Most nem adtam le a wall-nak, mert már kifutottunk kicsit az időből, hanem a valasznak, de hogyha befutott a wall, akkor ugyanúgy ki lehetett volna tenni a valasznak. Szóval igazából ez egy roppant, de roppant egyszerű play, tényleg, és szerintem az egyik legnagyszerűbb play. Szóval srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem tudtam nektek segíteni, tehát mindenféleképpen Miami Heat 2013-as playbookot vegyetek, az a 8-7K zseton bőven megéri, és akkor tényleg, hogyha tudtam segíteni, akkor mindenféleképpen ezt jelezd egy like-kal, és hogyha tetszik, amiket csinálok, akkor iratkozz fel a csatornára. Én Big Dave voltam. Sziasztok!